A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog épp testben. Na, egy kis gyors ismeretterjesztés, Lehet, hogy többen nem hallottak róla de nagyon jó eredményekkel és nagyon klassz kiegészítő, vagy akár egyébként teljes mértékű otthoni edzést lehet csinálni, akár saját testsúlya, mindenféle dolog nélkül, és ez van egy csomó segítség is, most már ilyen otthoni edzés appok is. De hogy miről van szó? Ugye arról beszéltünk sokat, hogy azért elég jó az idő most már, és lehet kimenni, biciklizni, futni, túrázni, meg kell próbálni elkerülni a frekventált helyeket, és akkor, akkor tényleg kellemesebb és, és biztonságosabb is. Az edzés, mondjuk az ilyen nagyon frekventált futókörök például, azok számomra nagyon riasztóak. Ugye mondjuk úgy, hogy nem lehet tudni, hogy mi az, amit ott és ki liheg a levegőbe, aki előttünk fut, vagy utánunk. De viccesnek... ez, ez, ez neked régi, régi parád, de... Nem régi parád, parád mert a miután... világon nem hallottam, aki Aha. egymástól elfutva átadta volna, egymás közelébe elfutva, és mondjuk nem közvetlenül az artfotba lihegve... Fertőzött volna, vagy át tudta volna. Adni a hát, persze, hogy nem hallottál róla, hiszen nem arról szól most a nemzetközi kutatásoknak a zöme, hogy megvizsgálják azt, hogy mi történik. Egyébként pont erre vannak nagyon klassz kutatások, és több gyakorlat is zajlik, különböző létszámú, 5000 fős például stadionos tesztek arra, hogy mi történik, hogy lehet mondjuk például egy, egy területen vírust átadni például, de a lényeg az, hogy amióta elolvastam azt a nemzetközi kutatást arról, hogy milyen csóvát húzol magad után, amikor uh, intenzív testmozgást végzel a szabadban, azóta azért az így uh, azért benne van a félsz az emberben. Tehát én, én mondjuk egy olyan futókörbe, vagy egy olyan helyre nem mennék el, ahol egy légtérben, vagy pedig nem is egy légtérben, de legalábbis egy területen uh, többen vannak, akik mozgást végeznek. De szerintem sokan vannak még így, ez nem. teljesen szubjektív. Nem is ez a mostani rovatnak a témája, hanem az, hogy én nagyon szkeptikusan néztem azokat a különböző reklámokat, amik bármire rá kellesen, ami sporttal kapcsolatos, előbb-utóbb ugye betalálnak a, a, a célzott hirdetések, amik azt mondják, hogy akár 20 perc otthoni mozgással elég komoly csökkentés érhető el. És hát mondom, ez biztos, hogy nem így van. Aztán kicsit utána néztem ennek, és lehet, hogy többen nem hallottak róla, hogy elég menő és nagyon jól működik ez a, ez a HEAT training, ugye ez a High Intensity Interval Training, ez a magas intenzitású intervallumos edzés ami ugye arról szól, hogy viszonylag rövid ideig, tehát mondjuk ilyen 20-30-40 attól függ, hogy milyen edzésterved van, másodpercig nagyon magas intenzitású gyakorlatot csinálsz, aztán utána pedig egy rövid pihenő következik, ez egy ahhoz képest ugye mondjuk mit tudom én, a harmada vagy negyede, tehát mondjuk 10-15 másodperces pihenő, aztán ismétlődik a folyamat. És több olyan applikáció is ingyenesen elérhető, amik ezzel kezdenek, vagy kezdők, kezdők szinttől kezdve végig vezet ezeken a folyamatokon, és tényleg ilyen, ha, ha napi 20 percet edz valaki így, akkor azért, mert ez a gyors, nagyon intenzív edzésmunka, ez a váltásoknak köszönhetően utána is komoly zsírégető ilyen afterburning effektussal rendelkezik, ezért tényleg tök jól bevezeti vagy vagy tök jó kiegészítő sport lehet, de egyébként tök jó önmagában is és otthon végezhető teljes felszerelés nélkül is saját testsúlyjal. Erre nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy működik. Ránéztem azt, hogy ránéztem arra, hogy milyen appok vannak otthoni edzéshez. Ezekkel ezekkel kapcsolatban is szkeptikus voltam, azt gondoltam, hogy ezek nem tudják úgy kiváltani mondjuk a személyi, személyi, trénert, vagy tényleg az edzést, amikor valaki elmondja neked, hogy mit kell csinálni. De mivel ezeket én nem használtam korábban, nagyon jó tapasztalataim vannak. A, amik ingyenesen elérhetők, azoknak nyilvánvalóan van egy fizetéses opciója is, ahol a több gyakorlatot ki tudsz most már ki tudsz nyitni, vagy nem jönnek meg reklámok, hirdetések. De az összes nagy gyártó például egész komoly ingyenes applikációt nyújt, nyilván az az ő reklámozásuk miatt ingyenes. De a lényeg a lényeg, hogy van legalább tíz olyan applikáció, amit érdemes elkezdeni használni szerintem, és, és megdöbbentően jól lehet használni. Az egyiket azt az egyikre én elő is fizettem később, mert annyira megtetszett hogy hogyan lehet használni. Ez korábban ennek az volt a neve, hogy Spartan Workouts vagy valami ilyesmi, aztán később Home Workout Pro-ra nevezték át, vagy Home Workouts-ra nevezték át, és hogyha szépen beadagolja az ember a paramétereit, meg hogy mit szeretne csinálni, akkor tök sok típusú akár ilyen magas intenzitású intervallumos edzést is, de más jellegű szálkásító és minden típusú edzést és nyújtó gyakorlatot tartalmaz. És hogyha de most megszok... konkrétan mit csinálok én? Tehát toporzékolok? Vagy, vagy, vagy futok? Vagy... Lehet, vagy, hogy te toporzékolsz, igen. De hogy mások mi, 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 mi magas intenzitással a, a lakásban? Ha figyelj, a legegyszerűbb, amit el tudok mondani, hogy, hogy van, vannak tök egyszerű gyakorlatok. Például a négy ütemű fekvő támasz, például a, a, egyébként a planking is ide tartozik, vagy különböző olyan... olyan tehát, Rengeteg olyan gyakorlat van, amit a biciklizés, például a fekvőtámaszoknak bizonyos típusa, amit nagyon gyorsan, nagyon uh, intenzíven kell csinálni. Ezt jelzi az applikáció, hogy uh, akár ilyen csipogással, hogy milyen uh, ütemben kell csinálni, utána jelzi, hogy mikor van pihenő, mikor kell folytatni. Nagyon gyorsan. Rá fogsz jönni, hogy nem vagy annyira edzett, mint gondolod, de hát tényleg felpörgeti a szívritmusodat, és tényleg jól működik. Mondom, Miben aki... más, mint hogyha lemegyek focizni, és időnként gyorsan szaladok a labda után, időnként megleállok, és nézem, hogy támadnak teljesen más, mert ugye egy teljes test edzést tudsz végigcsinálni azokkal a gyakorlatokkal, be van osztva napi szintre, hogy milyen izomcsoportokat mozgatsz meg, és mikor, és mivel, mint a foci például, hogyha fut, futkározol a grundon. Mm -hmm. Vannak, de most csak az intenzitásra gondoltam, a, az is várjuk, intenzitását a az, tudod, az tudod, tudod, mm -hmm. vál, tudod, tudod, úgy is persze nyilvánvalóan csinálni, de, mik, de közben ugye más jellegű izomcsoportokat tudsz megmozgatni. Én azt ajánlom, Aha. hogy aki nem próbálta, megnézze meg. Egyébként érdekes, hogy hogy külön is bontják férfiak és nők számára az edzés típusokat, és, és úgy van, tehát nagyon, nagyon klasszú ki van ez alakítva, hogy ezeket a heat tréningeket hogy kell csinálni, azok edz... abban segítenek, hogy különböző Igen. ilyen típusú tréningeket ajánlanak, hogy a így különböző van, ide, így van. Adott, hogy különböző, különböző, szinten, lévő, különböző uh -huh. szinten lévő, különböző szinten lévő, különböző edzettségi szinten lévő, életkorban uh, lévő, uh -huh. és különböző célra. Tehát azt is lehet választani, hogy mondjuk te egyébként egy kiegészítő mozgást szeretnél csinálni, vagy pedig ezt szeretnéd csinálni csak. Én azt azért ajánlom, mert teljesen ingyen el lehet kezdeni otthon minden nélkül. Nem kell uh -huh. hozzá semmi, és azt aztán persze, hogyha valakinek megtetszik, akkor lehet vele fejlődni, lehet választani bizonyos mit tudom, súlyzókat, vagy bizonyos segédeszközöket az otthoni edzéshez is, de, de mindenképpen nagyon érdekes, és aki azt mondja, hogy hát most nem akar kimenni, nem akar költeni sportszerekre, az rögtön megpróbálja, és, és el tudja dönteni, hogy működik-e. Egy kicsit visszakanyarodnék arra, hogy ugye többféle edzés, többféle izom megmozgatásához mi az, amit én otthon Intenzíven tudok végezni, a fekvő támaszon, meg az ugrálások túl intenzíven váltva a takarítással. Ugye? Például mit? A takarítás. Hát akkor visszatérhetünk hát, a Akkor a nő nagyon észrevenni azt, a férj mit tesz érte. Ja, visszakanyarodtunk. Egyébként maga nem újdonság, ugye, ha, maradunk, ha csak a futásból indulunk ki, ott is azért a, a komolyabb edzésprogramoknak a része, és ez egy komoly tudomány, hogy uh -huh. mondjuk a élsportolóknál, vagy akár csak a, a keményebb amatőröknél ezeket az intervallegzéseket hogyan illesztett be, Igen. hogy gyorsulj és fejlődj, úgyhogy érdekes ennek a háziasított, Mindenki számára elérhető. Maga, maga, a maga a magas intenzitású intervallumos edzés, amiről, amiről beszéltünk, az, az nyilván nem egy újdonság, mm. és nagyon jól edzi az érrendszert, ahogy írja az egyik hallgató, a legjobb, tehát tényleg jó kardió is az egész. Az, az hogy, hogy ez tényleg egy egyszerű, egy applikációval ingyenesen kipróbáltó, mindenki próbálja meg, aztán utána döntse hmm. el, hogy, hogy én zagyvaságot beszéltem-e, vagy nem. Én megpróbáltam, nem beszéltem. Én magamra részéről azt gondolom, hogy nem, nem beszéltem zagyvaságot nagyon. Jó, jó. Na, a saját tapasztalataidról. Hát figyelj, hogyha Csinálsz mondjuk ilyen komolyabb módon négyütemű fekvőtámaszokat egy sorozatban, akkor, akkor azért úgy elég gyorsan rájössz, hogy itt, itt azért van hova fejlődni, mondjuk így. Akár hogyha simán, hogy még úgy is, hogy lefutsz mondjuk simán 8-9 kilométert minden további nélkül, az valahogy már úgy benne van a szervezetben. Hogy hát az bűködik, tök te, jó, te, stb. Ez teljesen más, teljesen más téma. Teljesen más téma, mint, tehát régen ugye úgy volt, az ember, hogyha soka, sokat így próbál mozogni, meg magát fejleszteni, akkor, akkor beáll egy rutin mondjuk megcsinálsz mondjuk, mit én, naponta 100 fekvőtámaszt, akár szétbontva kettőbe, háromba, akár egybe, hogyha már ott, tehát teljesen más, mint, mint egy ilyen híjt csinálni. Úgyhogy rendesen le lehet izzadni, azt mondom, és, és jól működik. Oké. Okay. Nem csak testsúly csökkentésére jó, hanem vérnyomás, vércukor szint menedzselésére is írja a kedves hallgató. Van fönt a Youtube-on több dokumentumfilm róla amit láttam, ott már akkor jelentős eredményt értek el, ha napi 3x40 másodperc teljes erőbedobással tekerték a szoba de sprint is teljesen jó. A lényeg, hogy ne immel ámmal, hanem teljes erőbedobással kell csinálni. Na. Akkor is ezt csinálja a szomszédom, amikor a társaság kertjében oldaltól oldalig sprintelget 10 percet naponta. Igen, akkor is ezt csinálja a szomszédod, ezt is megfejtettük. Köszönjük szépen! Hú, nekünk a szomszédban egy olyan lány van, illetve két házzal aki a házat futja körbe, nem tudom, tízezerszer, de hogy körülbelül olyan 12-13 másodperc alatt lehet körbefutni a házat, uh -huh. és, és azt futja, és ott megy annyira tartató, hogy kimenjen. Ezt tavasszal láttam először, hogy már egy éve, aztán nyáron nem, aztán most újra a járvány kapcsán ezt a megoldást Rossz Rosszkor egy néztél ki mindig, mindig akkor nézték ki, amikor nem ott volt azon az oldalon. Mindegy, újra ott van az a lényeg. Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. Mi más jöhetne a Czoller Andika hírei után, mint az utazás rovat? Rengeteg szállásfoglalási tapasztalat van, Izland úgy tűnik, hogy kinyitott a védetteknek. Szlovákiából betiltották a turizmust, aztán úgy tűnik, hogy vakcina lehet Dubajba. Hát ezt el sem mondtam, ezt a mondatot, ezt az Ács Gábor leírta, én meg kimondtam, szerintem megtrokotta, mert én, én azt gondolom, hogy Dubajba csak magánrepülővel lehet menni, de ez lehet, hogy nincs így, és Görögország. Többek között ezek a témáink, meg van kérdés is hozzád, úgyhogy majd mondom. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társad